estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Magyarország Európa legelhízottabb társadalma, és világszinten is csak három nemzet előz meg bennünket. Éppen ezért nagyon fontos odafigyelni már minél korábban, hogy gyermekünk mit eszik. Magyarország Európa legelhízottabb társadalma, és világszinten is csak három nemzet előz meg bennünket. Az elhízás népbetegség, de jó hír is van, egyre jobban tudatosodik bennünk, hogy változtatni kellene a táplálkozásunkat illetően. Jobban kellene azonban tájékozódni a divatdiétákról, mondja a táplálkozási tanácsadó. A divatdiéták az ilyen mindenféle, ugye rövid ideig és nagyon-nagyon lecsökkentett kalóriával. Ide sorolhatnám most a nagyon népszerű ugye ketogén diéta, ami úgymondván egy nagyon jó fajta, vagy jól használható diéta lenne, de itt is vannak a fogalomban bizonyos zavarok, tehát itt azért nem kéne összekeverni bizonyos dolgokat, alapanyagokat, tehát hogy tulajdonképpen itt is egy kicsit tudományosabban bele kéne mászni annak, aki ezt szeretné követni, és kéne azért ehhez egy szakmai segítséget is kérni. Az vagyunk, amit megeszünk, ezért mindennél fontosabb, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Mi az, ami jó, és mi az, ami nagyon nem jó táplálék? Az, ami természetes formájában előfordul, tehát a zsírokról beszélünk, a szénhidrátokról és a fehérjekről, tehát ez, hogyha egy természetes formájában fogyasszuk, azzal nincsen gond. Akkor jönnek a problémák, amikor már a finomított, feldolgozott, tehát többszörösen feldolgozott, vagy adalékanyagokkal terhelt élelmiszerekről beszélünk, tehát ezek jelentenek a szervezet számára nagy kockázatot, és itt jön a hízás is. A túlzott cukorfogyasztás inzulinrezisztenciához, vércukorszint ingadozáshoz és végső soron cukorbetegséghez vezethet. Az ártalmas élelmiszerek bevitele már a gyerekkor korai szakaszában, a hozzátáplálás időszakában elkezdődik, ezért nagyon fontos a kezdetektől odafigyelni arra, hogy gyermekeink mit esznek. A gyerekeket túl korán megismertetjük azokkal a cukrokat, extra cukrokat tartalmazó, extra zsírokat tartalmazó termékekkel. Tehát ezeket kéne inkább kizárni, mert a gyerek ezeket még nem ismeri, tehát ezekkel mi rontjuk el abszolút-e. Tehát mindenképpen olyan a természetes forrásból származó zöldségek, gyümölcsök, fehérjéket kéne inkább előtérbe helyezni, mint ezeket a feldolgozott vagy éppenséggel előre elkészített ételeket, félkész termékeket. Erre mondjuk egy anyuka vagy egy apuka azt mondja, hogy hát napi egy túró rudi, ez nem fog megártani. Ez igaz? Igaz lehetne, attól függ, hogy mennyit magazog az a gyerek. Ugye most bejött a mobiltelefon, meg ugye ez az egész informatika világa, és nagyon keveset mozognak a gyerekek, ez is egy ugye negatív tendencia most. Tehát ettől függ, hogy mekkora ugye energiafelhasználás történik egy nap. Egész napül az iskolába hazamegy, még nyomja a telefont, vagy éppenséggel van valami napi sporttevékenység. Milyen mozgásformát érdemes elkezdeni annak, aki fogyni szeretne? Mint edző is figyelembe veszem a habitust, tehát nem mindenkinek való egy konditermi edzés, de most már rengeteg olyan saját testsúlyos, funkcionális gyakorlat van, ami esetleg az áll a habitusához közel az illetőnek, a sétálás, kocogások, tehát ezek mind nordic walking, szabadtéri sportok, tehát most már annyi nagyszerű lehetőség van, hogy csak győzzük válogatni, csoportos, egyéni foglalkozások, bármi, ami a habitusnak megfelelő, és nem kényszerként éljük meg. És táplálkozás terén az a lényeg, hogy kevesebbet tegyek, vagy ehetek akár ugyanannyit, csak legyen egészséges. Ettől függ, hogy milyen az anyagcsere, ugye táplálkozási tanácsadóként felmérjük a személyre szabottan, hogy ki melyik típusba tartozik, és ez alapján próbáljuk ugye majd azt a kalória és makró mennyiséget kiszámítani, ami személyre szabottan csak neki egy irányszámot fog adni, és azon belül vannak kis ugye ide-oda tologatások, de végeredményben ezt kéne megtalálni, ezt a megfelelő kalória mennyiséget, ami személyre szabottan mindenkinek megfelelő lenne. Tehát végső soron egyszerű a teendő, hogyha le akarunk fogyni, el kell kezdeni mozogni, és el kell kezdeni tudatosan táplálkozni, azaz minél több nyers, zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, illetve kerülni az előre elkészített ételeket. Esküvő előtt számos teendő akad, mint például a tökéletes ruha, a dekoráció, vagy éppen a helyszín kiválasztása. Ebben nyújtott segítséget már második alkalommal az esküvőkorzó Velencén. Varga Balázs ceremóniamester látta el hasznos tanácsokkal a házasulandó párokat szombaton, amellett, hogy kiváló színész évek óta segíti a nagy nap tökéletes lebonyolítását. Hát szerintem az mindenképpen egy nagyon biztonságos dolog, hogyha van egy ember, aki kézben tartja.
És tényleg nem csak olyan lepott értem ez alatt, hogy leveszi a terhet az esküvő előtti akár fél évről a párvállalról, és hogyha valaki nem szeret telefonálgatni, akkor nyilván egyszerűen olyan most nem telefonálgat, intézkedik, szervez, nagyon sok olyan kicsit a párja, nagyon sok tanácsot tud adni, tehát hogy mindenképpen egy olyan ember, aki kell szerintem ahhoz, hogy nagyon biztonságos és nyugodt esetében. Azonban nem csak ő, hanem profi szolgáltatók is segítségükre voltak a szerelmeseknek az esküvő kiállításon, amelyre idén is sokan ellátogattak, hogy ötleteket merítsenek. Esküdni szeretnénk, vagy házasságot kötni, és ez fél év múlva, július 18-án lesz esedékes, és gyűjtjük az információkat, ötleteket, lehetőségeket, körbenézünk, és szeretnénk minél jobbá tenni az esküvőt. Miért is látogatom ma ide ki az esküvőkorzóra? Hogy ötleteket gyűjtsünk az esküvőnk, leendő esküvőnkről, és tájékozódjunk. Mekkora segítség ez nektek? Hát mi még csak az elején vagyunk az egésznek, csak jövő nyára terveztük, de minden ötletet szívesen várunk meg. Mindent összegyűjtünk, amit csak lehetséges. Ez a hajnal másképp ébresztett fel, minden pillantásom téged figyel. Ruhaszalonok, esküvői videósok, DJ-k is bemutatkoztak a második alkalommal megrendezett esküvőkorzón. Ennek megszervezésében nagy szerepet játszott a helyszín romantikus hangulata. Az alapötlet az onnan indult, hogy maga a helyszín, a Velence korz egy olyan csodálatos helyszínen fekszik, amit látjuk is, hogy egy tópart, a Velence tó partján, ami egy olyan romantikus helyszín, ahol eleve akár egy jegyes pár elindulhat egy ismerkedési fázisból, találkozhatnak, és azáltal egy olyan romantikus helyszínre invitáljuk a párokat már jegyesként, ahol mi akár a házasságkötésre is alkalmas, hiszen az épületnek van egy felső díszterme a második emeleten, amit egyébként esküvőkre is szoktak használni, és egy olyan hangulatot kölcsön ez az egész millió, amit azt gondolom, hogy magában a készülődésben, az esküvőre való felkészülésben is itt igazából elkaphattak a párok. Színpadi programokkal is készültünk az esküvő kiállításon. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy a ruhabemutatás, alkalmával is megismerhessék a ruhaszalonok választékát, és ne kelljen időt foglalni például a szalonokra, hiszen itt egyben, egy helyen több szalonnak a bemutatóját is láthatják. Az érdeklődők tehát igazi különlegességekkel találkozhattak a programon, látványos ruhabemutatót láthattak, de gyűjthettek kreatív ötleteket a meghívó, a dekoráció elkészítéséhez is. Két kalandban érzel, megnyugszik a szíve, nem kívánhatnék mást, csak téged. Ametiszt, kalcit rózsa, sziderit, különleges és látványos kiállítás várja az ásványok szerelmeseit. Különféle kristálycsodákkal találkozhatnak azok, akik február 29-ig ellátogatnak a Tolnay utcai tagkönyvtárba. Egyedi formájuk, színük és csillogásuk szemet gyönyörködtető, a Tolnay utcai tagkönyvtár minden hónapban különleges kiállítással készül. Az Erdély ásványai és kristálycsodái című tárlat ezúttal az ásványok kedvelőit célozza meg. Erdély ásványai és kristálycsodáit lehet megtekinteni a könyvtárban. Február 4-től 29-ig tart ez a tárlat, és mindenkit szeretettel várunk. Miért lehet fontos mondjuk egy ilyen kiállítás itt a könyvtárban, és egy kicsit beszéljünk arról, hogy hát milyen kiállítások voltak már eddig? Minden hónapban készülünk valamilyen kiállítással. Januárban a Fehérvári Kézművesek Egyesületének volt nagyon szép színvonalas kézműves kiállítása. Februárban pedig azért is szerveztük ezt az ásványkiállítást, mert ennek volt egy olyan előzménye,
hogy tavaly júliusban a Fejér megyei ásványbarátok köre tartott nálunk egy kiállítást, és igazából Kovács Pál, akinek most láthatjuk a tárlatát, ő felajánlotta, hogy szívesen elhozza a kincseit, ásványait, amelyeket meg lehet tekinteni. A kristálycsodák erdélyi különféle vidékeiről származnak. A gyűjtő Kovács Pál, aki egyben a kiállító is, 1997 óta foglalkozik komolyan ezekkel a szépségekkel. Erdélyi ásványokat és kristályokat lehet ott találni. Ez egy válogatás végsősorban, tehát én nagyon 1000 darabnál kezdtem neki válogatni, hogy miket lehetne ott kitenni. Így, ha valaki megnézi a kiállítást, ezek féltenyérnyi, ettenyérnyi méretű kövek, ugyan van 3 darab a legalsó polcon kitéve, ami tényleg nagy méretű ásvány, de a technikai dolgok miatt tényleg kisebbek lettek kitéve. Az erdélyi ásvány igazából azt jelenti, hogy hát aki, és akik tudják, hogy tényleg hol van Erdély, ugye ma már nem Magyarországon van, pont 100 éve ennek egyébként, hogy már nem Magyarország Erdély, de Erdély arról volt többek között híres, hogy nagyon sok bánya működött, és a bányákban nem mindenhol vannak egyébként kristályok, de a bányák nagy részében viszonylag sok kristály és ásvány jött elő, amik esztétikai élményt is jelentettek régen egyébként a bányászoknak, de az utóbbi 40-50 évben, hogy úgy mondjam, anyagi előnyök is származtak abból, hogy egy bányász a bányából lentől több száz méter mérőről felhozta a kristályokat, szépen becsomagolta, felhozta, és aztán valamilyen úton, módon eladta, értékesítette. Ebben az az érdekesség, hogy van, hát volt két jó erdélyi barátom, az egyik sajnos már elment pár éve, de a másik mondta, aki még hálásnak él, felsőbányán lakik, hogy az utolsó években, hisz 2007-ben sajnos Romániába, illetve Erdélybe minden érzbányát bezártak, tehát ennek már 13 éve, és az utolsó években úgy ment a bányászkodás, főleg a lődolgozott felső bányán, meg volt föld alatt ugye a fejtésnél a robbantás, és először mondta a csapatvezető, hogy szedjék össze a szép ásványokat, azokat csomagolják be, és akkor végeztek az ásványokkal, hiszen ezek azért valamilyen szinten értéket jelentek, utána kezdtek el hozzálátni a tényleges munkához. Na most Erdélyen belül a Szatmári bányavidék, így is lehetne talán mondani, annak a központja a Nagybánya. És Nagybánya környékén az elmúlt durván mondjuk 30-40 évben legalább 10 bánya működött, és mindegyik bányában többé-kevésbé voltak kristályok és ásványok, amiket érdemes volt felhozni, és érdemes volt valamilyen módon értékesíteni. Így amik ki vannak téve ásványok most a kiáltáson, hát azoknak a 99%-a szerintem a Nagybánya környéki bányákból származik, és egy-kettő ásvány van, amelyik az Erdélyi Jéghegységből, tehát lent délre van az Erdélyi Jéghegység, ide még délebbre megyünk, Temesvár alá, a Bánátba, onnan meg egy darab gránát kistárban kiáltott, tehát nagy része a Nagybánya környéki bányákból lettek. Hogy milyen ásványok vannak itt kiállítva? Hát a leggyakoribb ásvány az a különféle kvarc kistályok, annak van vagy 10 fajta változata, hát abból volt ott néhány típus kiáltva, tehát hegyi kristály, hüskvarc, ametiszt, tehát ezek a kvarcnak különféle változatai, ebből viszonylag sok jött elő a bányákból, illetve különféle kalcitok, amely mondjuk közönségesen mondva a mészpát, tehát mészkőnek a különféle kristályai, ezek nagyon sokfajta formában jelennek meg, többek között ezek között vannak szép színesek, rózsaszínűek, ezek a manganokalcidok, sok esetben ezek manganokalcidok, ami azt jelenti, hogy egy UV-fény hatására olyan narancssárga fény bocsáttal ki, mintha egy parazsot látna az ember egy kandallóba. Hát ott a kiáltáson ki van állítva a legalsó polcon egy ilyen jó nagy darab. Hát ha valaki megkérde a könyvtársakat, hogy UV-lámpával világítsák, akkor láthatják, hogy tényleg nagyon szépen világít az a nagy darab kő. Ezen kívül betettem még különféle érceket is, de ezek kisebb darabok, hogy megjelenjek tényleg azok az ércek, amik előfordultak ezekbe a bányákba. Csodaszépek például az antimonitnak a kristálya, ilyen sugarasan, szép szálak, ilyen sugarasan nőnek az antimonitnak a kristálya, abból ki van ez 3-4 fajta állítva.
És hát a nők kedvencéről sem akarok elfeledkezni, arra a kőről, amelyik egyébként a rózsakarc, de olyan nincs kitéve, mert rózsakarc nem jött elő sehol Erdélybe. Viszont egy viszonylag ritka ásvány, magyarul málnapát, idegen szóval dolgozik, abból kitettem azért tényleg néhány példát, és általában annak a kőnek egyébként tényleg nagy siker van a nőknél. Valójában gyűjtők is szeretik, mert ez egy ritka ásvány, és hát ahogynak ebből vannak tényleg szép példányai, arra nagyon büszke tud lenni. A különleges kiállítás után a tagkönyvtárban újabb érdekességek várják a látogatókat. Március 3-ától egészen 28-áig Sasvári János László szoboralkotásait, képeit tekintheti meg a közönség. A képernyő előtti gubbasztás, a túlzott eszközhasználat hatással van a személyiségre, kiskorban pedig annak fejlődésére. A virtuális autizmus az utóbbi években megjelent fogalom, de sajnos egyre több példával. Figyelemzavar, rendellenes szociális viselkedés, társaságtól való elzárkózás, a virtuális autizmusra utaló jelek is lehetnek kisgyermekeknél. A probléma az, hogy pontosan ugyanezek a tünetek jelentkeznek a klasszikus értelemben vett autizmus esetében is. Azért virtuális autizmus, mert nem a biológiai tényezők okozta, tehát neurológiai károsodás következtében kialakult autizmusról beszélünk, hanem a virtuális világgal valóban elég erős visszaélés következményeként alakul ki ez a, én nem nevezném betegségnek, azt mondanám rá, hogy egy állapot. És a 0-2-2-3 éves korosztályt érinti leginkább. Hogy lehet eljutni eddig az állapotig? Mik azok a körülmények, amik befolyásolják egy ilyen helyzet kialakulását? Hát az, hogyha egy 0-2-3 éves gyermek korlátlanul nézi a tévét, illetve használja azokat az eszközöket, amelyek a virtuális valóságot biztosítják számára. Okoskütyük, tablet, telefon, tényleg mértéktelen használata. A vizsgált kisgyermekeknek, 0-3 éves korú gyerekekről van szó, a 90%-ánál találták ezt az állapotot, mondom, szándékosan nem nevezem betegségnek, mert ez egy visszafordítható dolog az autizmussal ellentétben, és azt tapasztalták a szülők kikérdezése után, hogy volt olyan kisgyerek, aki napi akár 5 órát is eltöltött tévénézéssel, vagy valamilyen kütyűnyomogatásával. És mivel ebben a korban a legérzékenyebb, és az agynak a fejlődése is a leggyorsabban fejlődik 5 éves korig, gyakorlatilag az agynak a fehér állománya az, ami nem mondom azt, hogy sérül, inkább azt mondom, hogy lassabban fejlődik, és ez miatt az olvasási készségek, a nyelvtanulási készségek, az árnyalt kifejezés, illetve a kognitív képességek sérülhetnek. Tehát akkor ugye most már tudjuk, hogy hogy jutnak el, vagy minek következtében jutnak el eddig az állapotig. Amikor már valakiről elmondhatjuk, hogy a virtuális autizmus így jellemző rá, akkor mik azok a tünetek, amiből ez megállapítható? Tehát mi alapján mondhatjuk azt, hogy egy gyereknél erről van szó? Hát az az igazság, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen a szakemberek is pont ezt nyilatkozzák, tehát az autizmussal foglalkozó szakemberek, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni egy 2 éves kisgyerek esetében, hogy valódi autizmusról beszélünk, vagy pedig virtuális autizmusról. Nyilván ilyenkor szükséges a szülőknek a kikérdezése. Ugyanazok a tünetek jellemzik, tehát a szociális képességeknek a hiánya, vagy a zavara, a különböző társas érintkezéseknek a zavara, tehát nem tudnak együtt játszani, hiányoznak a játékokból a szerepjátékok, illetve megjelennek a sztereotíp viselkedési formák, és gondolom ilyenkor hosszabban vizsgálnak egy kisgyereket, mire felállítanak egy pontos diagnózist. Tehát akkor tulajdonképpen egy ilyen rendellenes szociális viselkedés után, a környezetre való visszavezetés után lehet megállapítani, hogy itt akkor most virtuális autizmusról lehet szó. Így van, hiszen nagyon sok és változó egyéb zavar is felléphet, tehát figyelemhiány, magatartászavar, pszichomotoros képességeknek a későbbi vagy elmaradt fejlődése, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt pontosan. Tehát, hogy nagyon sok minden, és ez mellett kialakulhat a virtuális autizmus. De gondolom, hogy azért összefüggenek ezek a dolgok. Tehát nem vagyok autista szakértő, viszont a szülőknek én is nagyon gyakran mondom, hogy talán nem kellene. Tehát egy 2 éves gyereknek, sőt 3 éves korig egyáltalán nem kellene tévét néznie, vagy bármilyen kütyűt nyomogatnia. A 3-6 éveseknek is legfeljebb napi 1 óra lenne javasolt, és a 6-12 éves korosztálynak maximum 2 óra. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt ki tudja betartatni, vagy betartani.
Ezen kívül, hogyha most csak nem csak a képernyőkről beszélünk, akkor hogyan lehet egy szülőnek a mértéktartást akár virtuális tekintetben a gyerekkel megszoktatni? Van erre egy olyan korhatár, ami fölött már ez egyáltalán nem olyan könnyű, tehát elég korán el kell kezdeni, gondolom. Hát ebben is, mint minden másban, azt gondolom, hogy a szülői példamutatás az, ami a leghatékonyabb lehet, hiszen mondhatunk bármit egy gyereknek, úgyis az számít, amit teszünk, tehát a mintakövetés lesz az, amiben tudunk nekik valami pozitívat mutatni, tehát hogy alapvetően akkor otthon a család ne úgy üljön a minőségi együttöltött idő jegyében, hogy mindenki nyomogatja a saját kütyüjét, hanem játszunk a gyerekkel, beszélgessünk, a kicsiknek amúgy is nagyon nagy szüksége van arra, hogy foglalkozzunk velük, hogy meséljünk nekik, az érzelmi intelligenciájuk fejlődik, és igen, a kognitív képességeik a meséléstől, a mozgástól, a játszástól, nem attól, hogy teszem azt akár egy nekik, vagy az ő korosztályuknak készült mesefilmet néznek valamilyen, mindegy, hogy mekkora képernyőn. Hogy hol van a határ, amit meg lehet húzni, egy kamasznak már nagyon nehéz megtiltani, de azt gondolom, hogy azért valamiféle szabályozás minden családban kell, hogy működjön. Tehát, hogy nem valamilyen szünetben, őszi, téli, vakációban azért a gyerek ne egész nap a számítógép, vagy a telefon előtt, vagy akár az Xbox előtt üljön. Tegyük fel, hogy már megtörtént a baj, és valakinél tényleg jelentkeztek az ön által is említett úgymond tünetek, akkor onnantól kezdve mi az a metódus, amivel ezt vissza lehet fordítani, hiszen ahogy mondta, akkor állapot vissza lehet fordítani. Kell ehhez valamilyen pszichológiai szakember segítsége, vagy ez továbbra is a családi környezetben megoldható, hogy ez eltűnjön? Elképzelhető, hogy szükség van szakemberre, de nem a szakember fogja megoldani a problémát, hanem alapvetően a környezetnek a változása és a változtatás, és a gyerek való foglalkozás. Ettől függetlenül nyilván egy szakembernek a támogatása nem árthat. Mi a tendenciája ennek az állapotnak? Tehát az utóbbi években pontosan mikor jelent meg, és elképzelhető, hogy még nagyobb méreteket fog ölteni? Az utóbbi pár évben hallottunk erről először. John Huttonnak, a Cincinnati Gyerekkórház kutatójának volt erről egy egészen reprezentatív felmérése, és én azt gondolom, hogy valahol onnan 1-2-3 éve terjedt el igazándiból maga a fogalom is, és akkor mostanában kezdték a szakemberek szerintem vizsgálni, meg észrevenni azt, hogy nagyban hasonlít ez az állapot a valódi autizmushoz. Igen, és még annyi, hogy ha már megvan a szülőknek az a limit, hogy mennyi képernyőnézést engedjenek a gyereknek, azon belül mik azok a tartalmak, amik így akár azon által említett 0-3-3-6 éves korban javasoltak, mik azok, amiket abszolút nem érdemes megengedni, hogy nézzen a gyermek? Hát most címeket nem tudok mondani, mivel mi nem vagyunk ilyen fogyasztók, egyébként sem. Azt gondolom, hogy nyilván egy 3-6 éves korosztálynak megvannak azok a bizonyos jelzésekkel ellátott műsorok, amiket ők megnézhetnek. Úgy tudom, hogy ezzel külön szakemberek foglalkoznak, hiszen irreális lenne azt mondani és azt gondolni, hogy teljesen el tudjuk őket ettől a világtól tiltani, hiszen ők már egyfajta virtuális valóságban is felnőnek. Tehát azért a szülőnek mindenképpen érdemes megfigyelni, meg megnézni azt, hogy mit néz a gyerek, illetve amit én nagyon fontosnak tartok szakemberként az, hogy ha már a gyerek tévézik, akkor vagy üljünk ott mellette, és együtt tegyük ezt a tevékenységet, illetve beszéljük meg utána vele, hogy mit láttunk, mi történt, miért történt, beszéltessük a gyereket. Az autizmussal ellentétben ez egy visszafordítható, teljesen kezelhető folyamat. Olykor ehhez pszichológus segítsége kell, meghatározó azonban a szülői példamutatás, a környezet, aminek szokásait a gyermek nap mint nap tapasztalja. Jó, ha a szülő meghatároz egy bizonyos időtartamot a kütyük használatára, és ha a rendszeres közös játék, sok beszélgetés nem marad el, nem történhet baj a gyermek szociális fejlődésében. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd önöket. Viszontlátásra!